Újabb foglyokat engedtek szabadon az Izrael és a palesztin Hamász közötti háború fegyverszünetének negyedik napján. A Hamász összesen 11 francia, német és argentin kettős állampolgárt, köztük egy 3 éves Iker párt adott át Izraelnek, a kiszabadult úszokat Tel Avivi kórházakba szállították. A Hamász ígéretet tett arra, hogy a további 2 nappal meghosszabbított fegyverszünet alatt újabb 20 túszt, nőket és gyermekeket enged szabadon. Hosszabb, tartós tűzszünet egyelőre irreálisnak tűnik, mert Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök sokadszor közölte, hogy a háborúnak nincs vége addig, amíg nem számolják fel teljesen a Hamászt. Az izraeli túszokért cserébe 33 palesztin, a legtöbbjük nő és kiskorú szabadult izraeli börtönökből, helyi idő szerint hétfő éjfél után. Egy a Hamászhoz kötődő hírügynökség felvételeket tett közzé arról, hogy palesztinok újonganak, amint egy kiszabadult foglyokat szállító busz áthajt egy utcán Cisjordániában. Hétfőnek közben ismét több teherautónyi humanitárius szállítmány, élelmiszer, kötszer, gyógyszer, illetve üzemanyag érkezett a ráfai határátkelőn keresztül a gázai övezetbe. A segélyszervezetek dolgozói szerint ez csak csepp a tengerben, sürgősen több 100 teherautónyi segélyszállítmányra és üzemanyagra lenne szükség. Rendkívüli nehézséget okoz a vízhiány is Gázában. A tönkretett ivóvíz kutak miatt a kutaknak csak mintegy a fele használható. A fegyverszünetet sok palesztin arra használja fel, hogy felmérje az otthonában keletkezett károkat. A Hamász egészségügyi minisztériumának közlése szerint az izraeli erők több mint 14.500 embert öltek meg a gázai övezetben, miután a Hamász október 7-én 1.200 embert mészárolt le Izraelben, mintegy 240-et pedig túszul ejtett.